A műsor támogatója az Europtum Gemina Kft. A műsor fő támogatója a Dudu Taxi és Transfer. Egy bejegyzésre lettünk figyelmesek a Facebookon, mégpedig dr. Porváci Krisztina házi orvostól. Ez a bejegyzés pedig szinte egy segélykiáltás volt. Ekkora a baj? Hát sajnos igen, tehát, és még nem is vagyunk a tetején. Tehát minden egyes nap mi konzultálunk a kollégáimmal, hogy önnáluk hány beteg van, hogy mit tapasztalnak. Konzultálunk a tisztifőorvosasszonnyal, aki elmondja, hogy milyenek az adatok megyeszint vagy járás szinten, hogy milyenek a szennyvízadatok, tehát mi várható a következő két hétben, és sajnos még a felfutása várható, és már most is rengeteg a beteg. Mennyire tudtatok erre felkészülni, mennyire látszott előre, hogy ez lesz? Hát az látszott, hogy a második hullámnak a lecsengése az nem érte el azt a szintet, mint az elsőnek a vége, hiszen magasabbról is indult, és hogyha egy magasabb szintről indul el egy járvány újra, akkor az várható, hogy még több esetszámmal fog járni, és nagyon gyorsan fog terjedni. Amellett láttuk, hogy a környező országokban milyen rapidan és nagy megbetegedési arányjal és súlyos megbetegedésekkel terjed, tehát mi azt kell mondjam, hogy mi már beszélünk erről hetek óta egymás között, hogy itt nagy baj lesz. Sajnos úgy néz ki, hogy beigazolódik. Kiket érint most elsősorban, mert az a tapasztalat, hogy megy lejjebb az életkor, ugye? Igen, azt kell mondjam, hogy most már a 20-as, 30-as, 40-es éveig bejárókat is súlyosan érinti a megbetegedés. Nem úgy, mint az első hullámban, hogy csak a 70-80 éveseket. A második hullámban érzékeltük, hogy jön lefelé, akkor már a 50-60 évesek korosztályok ért el jobban a megbetegedés. Most sajnos a fiatal szülőket is eléri, és sokan kórházba is kerülnek, hosszú időre, komoly megbetegedéssel. Az én praxisomban is volt olyan család, ahol fiatal embert be kellett küldeni a kórházba. Úgyhogy szerintem ez általános itt a járásban sajnos. Ennek mi lehet az oka? A vírus mutálódik, vagy pedig valami egyéb más, amiről nem is tudunk? Lehetséges, hogy van szerepe a mutációnak benne, vagy az, hogy itt vagyunk egy hosszú tél végén, az embereknek egyébként is a vitaminraktárjai kiürültek, egy egész évnyi bezártság és fokozott stressz mellett élünk, ami szintén rombolja az immunrendszert. Ezek szerintem mind összejátszanak. Tudunk-e mégis valamit tenni? Annak ellen, amellett, hogy nyilván az oltási kedv is megnőtt, én azt gondolom legalábbis. Megnőtt az oltási kedv, de ezt mondhatom, mert nagyon hamar tudok az oltásra regisztrálni embereket, vagy kérni őket, hogy jöjjenek be. De mindenképpen azt kérném, hogy ezt fokozzák, tehát hogy mindenki regisztráljon, mert különben nem tudom behívni oltásra. Az mindenképpen fontos lenne, hogy figyeljünk arra, hogy a környezetünkben, hogyha valaki beteg van, mondjuk egy hozzátartozó, akkor ha meg tudjuk tenni, akkor azonnal maradjunk otthon, még hogyha nincsen tünetünk, akkor is. És ha otthonról tudunk dolgozni, akkor inkább home office-ból dolgozzunk, mert azt tapasztaljuk, hogy 2-3 nap alatt a hozzátartozók is megbetegednek. És mire kiderül, hogy az első megbetegedő a családban pozitív, addigra átfertőzi az egész családot, és nagyon hamar továbbadódik. Mi a tapasztalat az oltásokról? Lehet-e már tapasztalatokról beszélni? Hát annyi tapasztalatom van, hogy komoly oltási reakcióm nem volt. Egy esetben tapasztaltunk rosszul létet, ami nem köthető egyértelműen a kivizsgálás után az oltáshoz, de természetesen ennél az egy páciensnél ezt kivizsgáljuk és értékelni fogjuk, hogy oltható-e újra. Az összes többi betegnél, mivel ez egy immunterápia, ezért itt természetesen várható reakció, várható az, hogy belázasodnak, hogy szédülnek, hánynak, izomfájdalmuk van, szédülés, gyengesség, rosszullét keletkezik, de ez 2-3 napon belül magától meggyógyul.
Viszont a megbetegedés, hogyha valaki elkapja, az 2-3-4 hétre kiveszi a munkából, és nagyon súlyos szövődményekkel is járhat, és kórházi kezelésre is szorulhat. Ugye itt el kell mondanom, hogy látjuk, hogy főigazgató úr kiírta, hogy a gyermek és nőgyógyászati osztályos működést felfüggesztették. Tegnapi napon kaptunk tőle levelet, hogy a sebészeti és traumatológiai osztályos működést is fel kellett, hogy függessze. Ez mind azt mutatja, hogy a kórházban az utolsó erejükkel próbálják a covidos betegeket megmenteni. Biztos, hogy őnek is, illetve a kórház személyzetének is fontos lenne az, hogy minél kevesebb kapcsolatot teremtsünk egymással mi emberek. Az oltottak fertőződtek meg, mondjuk első oltás vagy második oltás után erről? Van olyan, igen, aki megfertőződött sajnos. Ugye az immunterápiának akkor van vége, hogyha a második oltást valaki megkapta, és eltelik utána 2 hét. Akkor is csak van olyan oltás, amikor ugye 95% vagy 90% vagy még ennél alacsonyabb százalékban van védettség. De hangsúlyozom, az időnek el kell telni. Akkor is ugye van 5%, aki megbetegedhet, annak ellenére, hogy megkapta az oltást. Ezt figyelembe kell venni, tehát nem 100%-os védettséget ad az oltás, de hogyha a 90% védettséget ad, már az is több, mint hogyha nem lenne védettség. Mi van akkor, hogyha az oltás és a fertőződés egyszerre van, egyszerre történik? Ilyen adatokat nem tudok mondani, mert ilyen statisztikát még nem készítettek, tehát nem tudom megmondani. Vannak olyan pácienseim itt a praxisban, akik megkapták az első oltást, és utána fertőzöttek meg. Ez még most zajlik, tehát erre nem tudok válaszolni. Még mindig fennáll-e az, hogyha 3 vagy 6 hónapon belül bizonyítottan fertőzött volt az illető, akkor az később kérje majd az oltást? A 3 hónap a jelenlegi megbeszélés alapján, amit kaptunk a tisztifőorvosasszonytól, 3 hónap után újra oltható. Hogyha kell is. Mégis oltják, annak lehet baja? Baj belőle? Származhat belőle baja? Hogyha mondjuk annyira megijedt, mert mondjuk volt egy komolyabb fertőzése, és ő szeretné minél előbb az oltást. Nem tudok erre válaszolni, tehát erre nincsen még megfelelő adat. Mit lehet itt tudni? Foglalkozunk-e, vagy foglalkoznak-e akár a betegek, akár az orvosok az AstraZeneca-val? Ugye az nem persze, természetesen foglalkozunk vele, sőt úgy tudom, hogy Mária Kálnoki érintettségű család is volt az, akinek a hozzátartozója gyanúba keveredett, hogy az Astra miatt halt meg, de sem a magyar hatóságok, sem az osztrák hatóságok nem tudták kimutatni az egyértelmű kapcsolatot az AstraZeneca oltás és a haláleset között. Én azt gondolom, hogy ez statisztikailag egy nagyon alacsony szám, de nyilván még a vizsgálat folyik most, tehát nem lehet tudni, hogy mi lesz a vége. Jelenleg én azt mondom, hogy a oltás felvétele az sokkal fontosabb, mint hogy egy olyan dologtól féljünk, ami nem bizonyított egyelőre. Már lehet tudni a Johnson & Johnsonról is, arra is készülnek a helyi praxisok? Még nem tudunk semmit a Johnson & Johnsonról, olvastuk a híreket, de még nem kaptunk hivatalos utasítást róla. Milyenek a kilátások, mit látsz a magad előtt? Nagyon sötét 3 hetet látok. Ha tényleg nem maradnak otthon az emberek, hanem elmennek olyan dolgok miatt, amik nem életbe vágóak, akkor megtelhet úgy a kórház, hogy tényleg nem sikerül bejuttatnunk a betegeket akkor, amikor szükség van rá. És az itthoni kezelt betegek állapota is kétséges ilyenkor. Természetesen csak azokat tudják fölvenni a kórházba, akik azt a szintet megütik, mondjuk oxigén szaturációban vagy a vérképben, és nekik is, ha hazajönnek, utána romolhat az állapotuk, tehát erre fel kell készülni, hogy rendszeresen konzultálni kell velük. Azt gondolom, hogy ez egy nehéz időszak lesz. Nagyjából ezzel a Covid-dal egy időben, még a tavalyival, akkor jelent meg az interneten egy közösségnek a neve, amit akkor én nem tudtam hova tenni, de egyre többet látom, a praxis közösség. Tudsz erről nekünk bármit is mondani? A praxis közösségeket a kormány azzal a céllal hozta létre, hogy csökkentse azt a beteg számot, akik nem jutnak
orvosi ellátáshoz, mert csak helyettesítésben megoldott a házi orvosi ellátásuk. Nekünk ez nem ezért fontos. Mi nekünk házi orvosoknak azért fontos ez, mert egy egységbe kovácsol minket ez a rendszer, és rávesz minket arra, hogy rendszeresen kommunikáljunk egymással. Nem feltétlenül van erre szükség, mert mi megtaláltuk a hangot már a járvány elején a praxisok itt a járásban, és rendszeresen minden héten, minden nap szinte kommunikálunk egymással. De vannak olyan területei az országnak, ahol ez automatikusan nem alakult ki, és ezért szerintem ez egy nagyon jó dolog. A praxis közösség nekünk azért lesz fontos, mert megoszthatjuk egymással a tapasztalatokat, segíthetjük egymás munkáját, helyettesítések könnyebben fognak menni, mert a praxis közösségbe tartozó háziorvosok helyettesíthetik egymást. Most csak úgy van ez megengedve jelenleg, hogy egy praxishoz két helyettest lehet megadni a NEAK felé, de ez megváltozik ezzel a rendszerrel, mert bárki helyettesíthet a praxis közösségen belül, ami a betegellátást nagyban segíti. A vidéki praxisok között nagy százalékú a 60 év fölötti házi orvos, úgyhogy én azt gondolom, hogy erre szükség is lesz. Vigyázzanak tehát nagyon magukra, előzzék meg a bajt!